Június 29-e Intés önfegyelmezésre És ha a te jobb kezed bűre visz téged, vágd le azt, és vesd el magadtól. Mert jobb neked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, és ne az egész tested vettessék a gyehennára. Máté Evangéliuma 5. fejezet 30. vers Jézus nem azt mondta, hogy mindenkinek le kell vágni a jobb kezét, hanem ha a te jobb kezed bűnre visz téged, mi alatt velem jársz, akkor vágd le sok olyan dolog van, ami törvény szerint megengedett, de ha Istenre akarod összpontosítani az életedet, akkor nem teheted azokat többé. Jobb kezed egyik legértékesebb kincsed, de, mondja Jézus, ha akadályoz az ő akarata teljesítésében, akkor vág le. Ez a legszigorúbb szabálya az önfegyelmezésnek, amit ember valaha hallott. Amikor Isten az újjászületés által átformál valakit a kezdődő új életre jellemző a csonkaság. Száz meg egy olyan dolog van, amiket nem mersz megtenni, olyan dolgok ezek, amelyek a te szemedben és az téged ismerő világ szemében úgy hozzá tartoznak, akár a jobbkezed és szemed, és aki nem szellemi gondolkozású, ezt mondja. Ugyan, mi van abban? Milyen lehetetlen vagy? Nem volt még olyan szent, aki ne ilyen csonkán kezdte volna az új életét. De jobb belépni az életbe csonkán és Isten szemében mégis kedvesem, mint az emberek szemében kedvesnek lenni és bénának Isten előtt. Jézus Krisztus eleinte sok olyanban akadályoz meg szelleme által, amit mindenkinek szabad, csak neked nem. Ügyelj, ne ott saját megfegyelmezett életedet mások bírálgatására használd. Csonka élettel kezdünk, de a 48. versben Jézus már a tökéletesen kibontakozott élet képét mutatja meg. Legyetek tökéletesek, amint a ti mennyei atyátok tökéletes.